Szarvas külterületén a történelmi Magyarország középpontját egy szélmalom jelzi. A Magyar Nemzeti Balett művészei a házaspár Felméri Lili és Balázsi Gergő Ármin Kodály Zoltán Hári János című szvittjére táncoltak el itt, a csúszós, füves terepen egy jól begyakorolt koreográfiát az elszakadásról. Táncukból a trianoni békeszerződés aláírásának 100. évfordulójára mégis együtt címmel készül egy balettklip. Ilyenkor muszáj nyitottnak lenni, és akkor tényleg úgy, ahogy Geri mondta, hogy mindent meg kell oldani. Na, abszolút improvizálni, egy kicsit a zenével játszani. Volt olyan, ahol kicsit kevesebbet volt, ahol többet csináltunk, ez hát alkalmazkodunk hozzátok is a zenéhez is. Mutatjuk, hogyan zajlott a forgatás. A balettművészek és Venekei Marianna koreográfus is máshogy képzelték a szélmalmot. Nagyobbnak, nem? Igen. Nem baj. Aranyos. Gyerekén, megoldjuk. A malom lapátjai az 1920. június 4-én a trianoni békediktátum aláírásával az első világháború után elcsatolt, korábban Magyarországhoz tartozó területeket jelzik. Nagyon jó idő van, de ez már segít melegen tartani magunkat. Nem bevelegítettem. Míg Lili melegít, a többiek bejárják a helyszínt. A klip több ponton játszódik. Az alkotók, a vágó, az operatőrök alkalmazkodnak a hozott koreográfiához. Oldalról be megérkeznek. Tehát, hogy így? Igen, és beállnak egy fix pózba, ahonnan majd elindul. Tehát ez lehetne egy intro. Igen, jó, oké. Gyere tovább, ez rendben van. Szerintem ez teljesen oké. A történelmi emlékhely különböző részleteit is beleforgatják a kisfilmbe. Van egy nagyon nagy emelés, azt akár lehet úgy is, hogy benne van a zászló. Befut Solymosi Tamás balettigazgató, percek múlva együtt is él a forgatással. Nagyon messziről jön, akkor nagyon picike. Itt meg látható. Van egy erős koncepciója, amikor a teremben nekiállunk és csinálunk egy koreográfiát, vagy van egy kérés, hogy egy helyszínre ki fogunk menni, és ott ezt és ezt kell eltáncolnunk, vagy megcsinálni. De amikor kint vagyunk a helyszínen, akkor azért minden alakul. Végre felcsendül Kodály Zoltán Hári János szvittjének harmadik tétele a dal. A Hári János eredetileg egy öt kalandból álló 1926-ban a Magyar Állami Operaházban bemutatott daljáték. Általa a magyar népdal bekerült a magyar színházakba. Az ebből írt szvit harmadik tétele tükrözi az elszakadás fájdalmát. Főleg a zenének a fájdalma, és a valóban az a végén az elszakadás, a mégis együvé tartozás, és ennek az összes fájdalma, az összes stációi. Maximálisan kihasználjuk a lehetős, a természet adta, és a műemlék adta lehetőségeket, és a hely csodaszép. A forgatás alatt megtudunk egy-két kulisszatitkot is. A művészek beszélnek félelmekről és megoldásokról, amelyek mind-mind ahhoz járultak hozzá, hogy a mozdulatokból egy gyönyörű emléktánc szülessen. Ez a terep, ez most nagyon különleges a számunkra, nagyon sok újdonságot tartogat, hiszen azért füvön táncolni általában, hát ez nem jellemző ránk, és éppen ezért most a spiccipő nem is lesz rajtam, hanem egy gyakorló cipőbe fogok táncolni, hiszen azért füvön nagyon nehéz azokat az elemeket kivitelezni, amiket ugye teremben vagy színpadon, rendes balettpadon meg tudunk csinálni. Hát igazából van egy ilyen nagyobb emelés, amikor fenntartom a Lilit és közben forogni kell. Abszolút izgat, hát azért eleve van egy kihagyásunk ugye most. Azt hiszem, hogy szakmai életünk leghosszabb kihagyása, úgyhogy teremben is megküzdünk még egy, szerintem megküzdeni mozdulatokkal, nemhogy itt, de hát minden kihívást elfogadunk, és bátran nézünk elébe.